Szerintem az embereket traumatizálni kell, egészen egyszerűen akkora a zaj, akkora a feléd áradó információ mindenben, hogy egyébként nem veszel róla tudomást. Nagyon sokat fordítanak most már a környezetvédelemben. Nagyon sokan szeretik megmutatni, hogy milyen technikákat vezettek be, hogy milyen gépeket cseréltek le például olyanokra, amik környezet tudatosabbá teszik a gyártást. A cégeknek a kommunikációjában, és remélem, hogy nem csak a kommunikációjában, nagyon fontos lett a zöld vonal. Csak egy egyszerű példa, hogy mindenki örül, hogy van olyan szívószál, ami most már hamar elbomlik. Ha kiteszi egy étterem, mindenki örül, de egyébként nem visz péntekesre szórakozni, és ugyanígy a műanyag szívószállal kéred ki a koktélodat. Tedd meg azt, hogy nem azt iszod, vagy megkevered valamivel, és aztán megiszod szívószál nélkül. Az, hogy misszióm az, hogy edukáljak, hát azért nincs megfogalmazva, de abból fakadóan, amit csinálok, meg az egész témakör, az nem is enged mást. Ezeket a dolgokat nem lehet máshogy bemutatni, csak úgy, hogy közben elmond az embereknek olyan dolgot, amiket nem tudnak. Kijabálni kell, mert csak azt vagyunk hajlandók meghallani. Szerintem minden egyes olyan dolog, ahol lehetőséget adsz arra embereknek, hogy egy kicsit környezettudatosabban éljenek, az tök jó. Azt vállalni kell, abba bele kell menni. Hogyha ez egy víz lelőhely, és azt mondod, hogy ha itt megtöltöd a kis kulacsodat, és nem veszel magadnak egy petpalackos vizet, akkor beljebb vagy. Ha megtöltik, és egyébként az applikációval bepötyögik, hogy töltöttek, és a lámpásnak jön az egy forintos kis felajánlás, akkor meg tök jó. Igen, egy ilyen kulaccsal, ami trendi, ami divatos, ahogy el is hangzott, amit lehet, hogy sokan majd szeretnének megkapni, azzal el lehet érni a szemléletformást. Mai 20 éveseket meg alatt nagyon nehéz megszólítani. És itt ebben a kampányban van több olyan elem is, ami alkalmas lehet arra, hogy megszólítsuk őket. Tehát gondolok arra, hogy applikáció, és úgy az egésznek jó az üzenet, meg szerintem sikerre van ítélve.